hát az a helyzet, ugye, hogy a mi korosztályunk annyira nem online, és adódott ez a helyzet, ez a vírus helyzet, és elgondolkoztunk a kolléganőimmel, hogy, hogy oldjuk meg a dolgot, hogy mégis azért tartjuk a kapcsolatot a óvisokkal, a szülőkkel, és volt olyan kolléganőm, aki azt választott, ugye a fiatalabbak, hogy szívesen felveszik a kapcsolatot a Viberen, Messengeren, telefonon, a gépen keresztül a szülőkkel, gyerekekkel, vagy Skype-on. És én is csinálom természetesen ezt, mert nekem is azért meg kellett tanulni ezeket a dolgokat, mert ez ugye elengedhetetlen a mai világban. De aztán arra is gondoltam, hogy valami olyat csináljak, ami nem olyan megszokott, és a gyerekek meg egy kicsit érdekesebb, és ezért hát ilyen személyes kapcsolatra gondoltam. Szerettek ugye mozogni, biciklizni, és arra gondoltam, hogy én majd így délutánonként, esténként, mikor egy kicsit biciklizek, és kimegyek a szabadba, ugye a karantén alatt azért ezt meg lehetett tenni, akkor viszek a gyerekeknek saját kezüleg, és a postaládába bedobom ezt a kis, ezeket a kis feladatokat, amiket itthon készítek. Van nekem itt egy ilyen kis online óvodám, vagy ilyen kis otthoni óvodám, ugye, mert hát ebben az esetben kénytelenek voltunk ezt megtenni. És akkor így gondolkozom, hogy vajon milyen feladatot adhatok. Van olyan gyerek, amelyik szereti a feladatlapokat, szívesen elkészíti azokat. Van olyan gyerek, aki ugye rajzolni szeret, vagy ilyen kis ábrázolási tevékenységeket végezni. És még a karantén elején én felvettem a szülőkkel telefonon a kapcsolatot, és megkérdeztem, hogy hát mit szeretnének, melyik gyereknek mi az igénye, és ez alapján próbálok feladatokat adni a gyerekeknek. Ezeket egy kis borítékba teszem, vagy egy ilyen kis bugyiba, és akkor ezeket viszem el a postaládába. Na, hát például vannak nekem ilyen kis feladataim. Így menet közben, mikor jövök, megyek, meg járkálok, meg nézegetem az újságokat, meg akkor mindig találok egy pár feladatot, és akkor mit tudom én, például ez a kis lapocska, mondjuk ez egy középső csoportos gyereknek szeretném adni, mert körülbelül olyan feladatok vannak benne, mind a két oldala tartalmaz feladatokat. Az egyik inkább ilyen környezetismereti témákat, a másik oldal pedig matematika témát, és teljesen tök egyszerűen választok hozzá még egyet, ami egy picit ügyességi feladat, és mivel a mi csoportunkban sok a középső csoportos gyerek, ez pont olyan, egészíts ki a kígyók rajzát, majd színezd ki kedved szerint. Tehát ez egy ilyen kis rajzos ügyességi feladat. És akkor ezt így összerakom. Aztán, mit tudom, én választok hozzá még valamit, mondjuk, mivel ez egy kislányé lesz, én ezt már régebben megtaláltam, ezeket a kis színezőket, ott teszek bele még egy kis színezőt, és akkor teljesen tök egyszerűen összehajtom egy kis borítékot, így. Akkor itt kéznél van nekem egy cellux, arra leragasztom, mondjuk teljesen naturálisan, így. És akkor ráírom, mondjuk addak a kislánynak lesz, hogy Nyakas Emma. Nyakas Emma. Emma. És azért, hogy még jobban kedvet kapjanak, mert a gyereknek azért fontos a külcsin is, mindig szoktam ráragasztani valami kis aranyos kis figurácskát. Mindjárt megnézem, hol vannak ezek a... Ja, itt vannak a kis figurácskáim. Tudom, én ebből vágok ki. El is teljesen egyszerű újságokból vágtam ezeket a dolgokat. Nézem, itt van egy ullom. Kivágok egy kis kutyust, mondjuk.
amit épp találok. Egyébként a legegyszerűbb dolgok mindig a legjobbak, és a gyerekek hihetetlenül tudnak örülni annak, ha egy pici pluszt is csinálok, és akkor mit tudom én, így ráragasztom a kis levélkére, és akkor ennyi. Emma, hozd ide, légy szíves a ragasztót, ja? Közben már az Emma is ragasztott. És akkor kész is van egy ilyen kis levélke. Így, ennyi. Aztán múltkor csináltam olyat, ugye anyák napja előtt, hogy van nekem otthon ilyen kis parafalapom, és majdnem minden gyereknek készítettem. Egy kisfiú, aki nem volt itthon, annak nem sikerült adnom ilyen kis parafalapra, arra gondoltam, hogy ilyen parafalapot fogok adni, és arra az az ötletem támadt, ja, itt vannak ezek a ilyen kis gumi, dekorgumik. Ez is nagyon-nagyon egyszerű, nem is drága, végül is az óviból hoztam haza, hogy itthon is tudjak vele tevékenykedni. És akkor ebből egy kis darabot adok a gyereknek, és egy tetszés szerint csinál egy kis képet ugye erre a parafalapra. Mondjuk ezt ketté vágom, mert még egy kis fiúnak majd csinálok. Még egyet. Ezek ilyen kis maradék lapok, és akkor mindegyik színből egy kis darabkát teszek a borítékba. Mondjuk. És akkor ezekből a kis darabokból tetszőlegesen kivágnak. Ugye a szülővel együtt, itt azért az is lényeg, hogy azért a szülővel együtt is dolgozzon. És ebből olyan képet csinál a kisfiú, vagy kislány, amilyet éppen szeretne. Ugye lehet tavaszi képet, lehet akár halacskákat, és akkor mit tudom én, ez egy akvárium. Akkor általában a fiúk azok szeretik ugye az autókat, traktorokat, tehát lehet, hogy olyan képet fognak csinálni. És megkérem mindig a szülőket, így messengeren, hogy esetleg, ha van idejük, akkor fotózzák le ezeket a kis munkákat, és akkor visszaküldik. Nagyon-nagyon ügyesek egyébként a gyerekek. Sokszor olyan dolgokat is kitalálnak, amit... Tehát én mindig bízom a gyerekben, hogy olyan kreatív, hogy olyan dolgokat is kitalál, ami nekem eszembe se jutna. Meg a másik nagyon jó dolog most, hogy a szülő ugye ezért, mivel itt vágni, ragasztani kell, kénytelen leülni a gyerekkel, és a szülők is hihetetlen, hogy milyen kreatívak, sokszor saját magukról se tudják ezt, és örömmel csinálják ezeket. Na, szóval akkor itt van egy másik kis feladat, és akkor mit tudom én, ebbe is teszek egy ilyen kis kígyósat, aztán arra kell mindig figyelnem, hogy ugye minden héten én csinálok ilyen feladatokat, nehogy egyforma feladatlapokat küldjek, tehát ezt azért meg szoktam jegyezni, hogy mindig más-más legyen, mert ugye nem szeretik, ha ugyanazt kapják. És akkor, mivel ezt egy nagyobb fiúnak küldöm, egy nagy csoportos fiúnak, ezért egy kicsit bonyolultabb feladatot kap. Itt ez a kis lapocska, ez egy kicsit bonyolultabb feladatokat tartalmaz. Ezt ugye azért nem úgy hajtom össze, mert itt adom ezt a kis ragasztós feladatot is, és akkor ennyi az egész. Ezt így összetűzöm a kémkapucsal, ráírom a nevét, és akkor kész a második. Na most ugye a csoportunk az vegyes összetételű, vannak kicsik és minik is, nem csak nagyok. Volt olyan picike, aki azt mondta, ő nem szeretne csinálni semmit, de volt, aki meg nagyon nagy örömmel várja ezeket a feladatokat, és ön nekik viszont ugye nem adhatok olyat, ami nagyon bonyolult. Ön nekik például szoktam küldeni ilyen színezőt. Úgyhogy ezeket is van, hogy a gépről nyomtatom, van, hogy találom, ugye annyi ilyen kis újság van meg,
kis feladatlapos dolog. Éppen pont ezt egy kislánynak fogom adni. Úgyhogy ezt megadom neki. És akkor általában a piciknek még, mivel ők ugye csak színeznek, egy kis matricát küldök. Vannak nekem itt talomba ilyen kis teljesen tök egyszerű matricáim. És akkor annyit tesz meg a kis mini, vagy kis csoportos, hogy meghiszínezi, és esetleg utána felragaszt ezeket a matricákat a kis munkájára. Én. Mondjuk ez olyan aranyos, meg mit tudom, én küldök akkor még neki valami kis halacskát. Így. Ezt már mondjuk beteszem egy borítékba. Ezek nagyon egyszerű, olcsó, végül is olyan dolgok, ami mindenhol megvan. Aztán az óvodából is hoztam haza ilyen különböző kis eszközöket, és akkor azt is felhasználhatom, ha kell. Mondjuk ez legyen a Jánedina. Edina. És akkor erre is ragasztok neki egy kis pici kutyust. Szívesebben megcsinálja ezt a feladatot. Ezeket is ilyen kis egyszerű kis színes újságokból vágtam ki. Így. Tehát ennyi az egész. És akkor, ahogy a postaládába bedobom, ez egy érdekes dolog a mai világban, ugye minden ki már a számítógépen nézegeti a feladatokat, ott küldözgetik egymásnak az emberek az üzenetet, és úgy látom, hogy a gyerekeknek ez nagyon érdekes, hogy a postaládába kapok valamit személyesen. A szülők visszajelzése alapján nagyon-nagyon örülnek neki, és reggelente szaladnak ki, és nézik, hogy nincs-e valami kis küldemény a postaládába. Hát akkor ez körülbelül 3 feladat, és akkor így megcsinálom hétfőn, vagy hétfőn kedden az összes kis feladatot, és amikor délután szeretnék egyet mozogni, felülök a biciklire, és elviszem a postaládába, mivel majdnem minden óvodásunk boglári, sőt, szinte mindegyik ezen a környéken lakik. Úgyhogy hát ez az egyik szelete ennek az online óvodának. Aztán természetesen én is felmegyek a YouTube-ra, Facebook-ra, és ha találok valami jó kis feladatot, vagy mesét, vagy tornát, vagy verset, akkor azt elküldöm. Van egy messenger, ilyen chat csoportunk a szülőkkel, és akkor ezt fel szoktam rakni. Egyébként a kolléganőm inkább, aki ezt jobban tudja, úgyhogy ő többet felrak, én megcsinálom ezeket a személyesebb dolgokat. Most felhívom az egyik kolléganőmet, egyik fiatal kis kolléganőmet, a német Kittit, mivel úgy hívom, hogy online óvónéni, mert nagyon sokat segít nekem, amikor megakadok egy kicsit ezekkel a számítógépes dolgokkal, és megkérdezem, hogy ő mit csinál ma, és hogy telnek a napjai. Nem tudom. Talán felveszi. Ő is gondolom, hogy otthon van most. Halló! Itt vagyok, szia Kitti! Eszter vagyok. Szia! Na, az a helyzet, hogy csinálom itt ezeket a kis feladatokat. Van valami ötleted? Ábrázolásból szeretnék csinálni ábrázolás feladatot majd jövő hétre. Van valami ötleted? Te mit csinálsz egyébként? Mit gondoltál? Úgy a madarakos párnapja, tudod. Igen. Na, arra gondoltam, hogy ilyen gyűjthetnének ágokat, meg kavicsokat, meg virágokat, és hogy abból lakjanak. Hú, ez nagyon jó ötlet. Jó? Jó. Na, látod, ez most jó ötlet volt nekem. Jól van, és akkor ilyen kis színes papírra, igaz? Vagy pedig valami kis kartonra, az minden... Jó. Jó. Jó, jól van. Tényleg ágból keretet, és akkor mit tudom, ilyen kis virágokból, levelekből pedig
magát a képet. Jó, ez nagyon jó tavaszi, meg ugye környezet epoha van most, és akkor a környezetről. Jól van, amúgy, hogy vagy, mit csinálsz? Meg vagyunk, épp mondjuk a Skype-olok. Igen? Ja, jó. Látszik, hogy online óvónéni vagy. Na, jól van, mennyi nagy csoportosotok van egyébként? Na, jó, majd akkor még beszélünk, jó? Mert most akkor ez nagyon akadozik, ez a telefon. Leteszem, aztán majd visszahívlak, nem tudom, hallod-e, nem hallod-e. Szóval ilyen dolgokat szoktunk megbeszélni így Viberen a kolléganőkkel, és akkor a szülőkkel meg ugye a Messengeren van egy ilyen csoportunk. Esetleg mindjárt megpróbálok oda menni. Hát igen, számítógép nélkül már nem lehet élni mai világban. Én is próbálok hozzászokni, nagyon jó egyébként, csak ugye az ember olyan lusta, és nehezen szállja rá magát, hogy, hogy ezt csinálja. Mindjárt fölmegyünk erre a chat csoportra, és akkor itt van, tudom, olyan Boglárka csoport. Látom, már van egy-két visszajelzés is, hogy megnézték. Ugye a szülőknek is azért segítség, hogy egy 5-10 percre vagy fél órára azért odaültetik a gyerekeket, és akkor nem nekik kell kitalálni, hogy mit csináljanak. Megnézzük, hogy milyen visszajelzések voltak, jó? Mm-hmm. Egyáltalán volt-e valaki? Ezt mondja, igen, azt mondja, Cita, ezt a mesét nagyon szeretik a lányok, akkor ezek szerint látták, mi is, tehát azért figyelik a szülők ezt a kis csoportot. Aztán itt előbb, ugye anyák napja volt, anyák napjára kolléganőm csinált egy nagyon szép videót, és azt feltette. Aztán én tettem fel egy szép kis éneket tegnap, vagy ilyen dalt. Aztán, itt vannak ezek a kis feladatok, amiket szoktunk küldözgetni, és akkor a szülők visszajeleznek, hogy megcsinálják. És akkor kell, ugye be kell tenni, hogy melyik virág hova való. Ez egy egyszerűbb kis feladat. A gyönyörű idővel indulok, egyet legalább viccajozok, hogy... Na, az egyik helyszínre meg is érkeztünk. Nem tudom, a lányok itt hol vannak-e. Ha nincsenek, akkor még jobban, meglepetés lesz a két kis levél. Feladatokat megcsináljátok? Elkészítitek? Örömmel. Azokat meg. Jól van. Jaj, de igen, nagyon igen. Örülök neki. Tessék? Jó tornát még, igen. Igen. Aha. Jó van, és ki szoktatok jönni azért az utcára egy picit? Igen, de majd most, ha Eszter néni megnyitott, akkor építkezik. Húha. Igen.
mi lesz az ott? Megnézi azt a néni? Meg lehet? Meg lehet? Persze. Na, akkor egy kicsit na, megmutatjátok? Most puszit nem adom, tehát nem jó, szabad. Majd remélem nem sokára. Na, akkor egy kicsit beugrok hozzátok. Csak azért, hogy... Jó, meg elmondom.